Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Következzenek a Győr Plusz Televízió legfrissebb és legfontosabb hírei. Október 3-án elstartol a 4. Győri Klíma Expo, a VHB zöld futást 3. alkalommal rendezik meg. Több száz ajánlat közül válogathatott az Arrabona állásbörze több ezer látogatója. A Nyelvek Európai Napja alkalmából 16. alkalommal versenyeztek a diákok angolból és németből. Október 3-án, vagyis jövő csütörtökön elstartol a 4. Győri Klíma Expo. A népszerű rendezvénnyel kapcsolatos utolsó sajtótájékoztatót pénteken tartották a szervezők, akik elmondták, az utolsó simítások zajlanak a rendezéssel kapcsolatban, szinte minden készen áll, hogy az eddigi legnagyobb expót rendezzék meg. Ahogy azt már többször is kiemeltük, 3. alkalommal tartják meg az esemény legnagyobb kísérő programját, a VHB 3. zöld futást, ami hitelesített pályán értékes nyereményekért zajlik. A főszervezők képviselői pénteken tartották a rendezvény előtti utolsó sajtótájékoztatót. Október 3-án, vagyis jövő csütörtökön elstartol a 4. Győri Klíma Expo az Olimpiai Sportparkban. Az utolsó simítások zajlanak a rendezéssel kapcsolatban. Szinte minden készen áll arra, hogy az eddigi legnagyobb expót tartsák meg. Tavaly több mint 3500-an látogattak el a régió legnagyobb ökomustrájára. A cél idén, hogy elérjék az 5000 főt. Ehhez pedig újdonságokkal is készülnek a szervezők. Az idén annyi különlegesség van, hogy például, hogy most október 4-én van az állatok állatvédelmi világnap, és így állatvédelmi szervezetek is megjelennek. A Kertbarátok országos találkozója is itt lesz pénteki napon, és szombaton lesz a futás is, a zöld futás, de a lezárások miatt tudjuk, hogy ez mindenkinek problémát jelentett, úgyhogy óránként buszjárat fog indulni a Révai utcából 8-tól 14 óráig, úgyhogy ezzel is igyekeztünk megújulni, valamint több testvérvárosunkat is sikerült elhívnunk uniós pályázat keretén belül, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre színesebbek vagyunk, és egyre több kiállítónk lesz, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit október 3 és 5 között itt az Olimpiai Sportparkban. Az Arrabona LGTC segíti a határon túli érdeklődők eljutását, bemutatkozását a rendezvényre, ahogy a Vármegyei Iparkamara is kiveszi részét a rendezésből. A főszervezők között, ahogy eddig minden évben, most is ott van a Széchenyi István Egyetem. Ahogy a fenntarthatósági tanszék vezetője fogalmazott, az eddigi expók között az idei lesz a legnagyobb durranás az egyetem részéről. Most a kiállítók közül egy alapterületét tekintve a mi standunk lesz a legnagyobb. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai mentén szerveztük meg, úgyhogy 17 állomáson tudnak majd végigmenni a látogatók, mindenhol ilyen izgalmas feladatokban lesz részük, illetve jóval bővebb lett most már a szervezői kör az egyetem részéről is, tehát több kar is becsatlakozott, ugye a Arbát Kázmér Mosonmagyaróvári kar, az Apácai Csere János kar, és aktívan részt vesz Nemzetközi Kapcsolatok Központja Felnőtt Képzési Intézet is, úgyhogy elég sok kollégát megmozgattunk az egyetemen. Emellett szervezünk tudományos szekciót is, ott kifejezetten ez a klímapszichológia, klímaszorongás kérdéskörei, mit tud az egyén tenni annak érdekében, hogy fenntarthatóan működjön. Ez tartozik hozzánk, illetve lesz egy nagyon izgalmas programunk 3-án este egy kerekasztal beszélgetés Gelencsér professzor úrral, illetve Pál Völgyi professzor úrral, kifejezetten a klímavédelem, éghajlatvédelem, való felkészülés, védekezés témájában. Ahogy azt már többször kiemeltük, 3. alkalommal tartják meg az esemény legnagyobb kísérőprogramját, a VHB 3. zöld futást, ami hitelesített pályán értékes nyereményekért zajlik. Tavaly 600-an neveztek, idén kenyai és magyar bajnok futók is érkeznek a versenyre. Több távról beszélünk, lesz 2 kilométeres családi futás, kutyás futás, illetve a 7, 14 és a 21 kilométeres futásra van lehetőség, akár egyéniben, illetve csapatban. A különböző kategóriákra szeptember 30-a hétfőn 12 óráig lehet jelentkezni, akár online is. A zöldgyor.hu oldalon a részletes programot is megtalálhatják az érdeklődők. Az október 3-a és 5-e között rendezendő 4. Győri Klíma Expóval kapcsolatban.
Folytatódott az elismerések sorozata, amely még a nyáron kezdődött dr. Lackovics Takács tíme a alpolgármester kezdeményezésére. Ennek lényege, hogy a szociális ágazat dolgozói munkájukért egy kis ajándékot és elismerést kapnak. Ezúttal a hajléktalanokat segítő szolgálat két munkatársa vehette át a meglepetést, és fogadhatta a dicsérő szavakat. Mindketten több mint 10 éve dolgoznak a szervezetnél, ahol a visszajelzések, a munkájuk minősége és kitartásuk elismeréseként részesültek elismerésben. A könyvtárra átalakított épületben díjazták a hajléktalanokat segítő szolgálat két munkatársát. A szociális ágazatban is tevékenykedő alpolgármester ötlete alapján ugyanis új kezdeményezés indult. Nyáron indítottam egy kezdeményezést, melynek az volt a célja, hogy a szociális intézményekben dolgozó szakembereket díjazzuk. Szimbolikus jellegű mindez, de én bízom benne, hogy sokkal többet jelent az ott dolgozók számára, de egy formája annak, hogy megbecsüljük a szakmai munkatársainkat, és nagyon sokáig számítunk még az ő szakmai munkájukra az intézményeinkben. Legutóbb az ESZ-ben kaptak elismerést a dolgozók, akiket a vezetőség ajánlott, így történt ez a hajléktalanokat segítő szolgálatnál is. Meglepett ez a kezdeményezés, de egyébként nagyon örülünk neki. Azt gondolom, hogy ebben az ágazatban, vagy ebben a szakmában, pláne itt a hajléktalanellátás területén minden olyan kezdeményezés jó, és jól eső a kollégák részére, ami valamilyen szinten az ő mindennapi munkájukat ismeri el. A kiválasztás az mindig úgy történik, hogy egyrészt a lakók visszajelzései, a mindennapi munkában tapasztaltak, illetve az itt a hajléktalanellátás keretében eltöltött évek alapján szeretnénk először azokat az embereket ebben az elismerésben részesíteni, vagy ehhez az elismeréshez őket javasoljuk, akik már több éve dolgoznak az intézményben. Jelen esetben a két díjazottunk közül Meló Katinka több mint 17 éve, és Hornet István is több mint 11 éve dolgozik az intézmény keretei között. Karácsonykor angyalaink segítségével az ünnepi menüben tudtunk kicsit mi is segíteni az itt élőknek, akiknek a kiszolgálásához és ellátásához nélkülözhetetlenek az őket ellátó elhivatott kollégák. A hajléktalanok otthonában dolgozom 17. éve, 40 ellátottal és az ő szociális ügyintézésükkel és a szabadidő eltöltésével foglalkozom. Nagyon jó, hogyha jó mederben folynak a mindennapok, és hogyha nincsen kiugró dolog a munkavégzésben, mert így tudjuk, hogy jó munkát végzünk, de jól esik egyértelműen, hogyha ilyen jellegű ajándékokkal is és dicsérettel meglepnek minket. Az elismerést köszönöm még egyszer is, és meg is lepődtem egy kicsit, de nagyon jól esik. A másik kérdésre válaszom, hogy én a Lazaret utcában vagyok, ott is van egy ilyen kihelyezett része a hajléktalanokat segítő szolgálatnak, gondnok vagyok, tehát én inkább ilyen műszaki dolgokkal foglalkozom, de ha időm meg úgy történik, akkor beszoktam segíteni a úgymond a szociális munkába is. Szereti ezt a munkát egyébként? Hát igen, most már 11,5 évet csinálom, és nekem bejött, tehát szeretem, igen. A szociális ágazatban dolgozók az önkormányzat kis ajándékcsomagját, oklevelet és dicsérő szavakat kaptak. Több száz ajánlat között válogathatott több ezer látogató a 10. Arabona állásbörzén, amit pénteken rendeztek meg az Eto Park Hotelben. A börzét minden évben tavasszal és ősszel is megtartják, az évszakok szerint pedig általában változnak az igények is. Most az volt a tapasztalat, hogy sokan érdeklődnek a munkalehetőségek iránt, de óvatosabbak az emberek. Az Arabona állásbörze főszervezője szerint kisebb megtorpanás tapasztalható az iparban, ami azért még Győrben is érezteti hatását. Nagy volt a forgalom az Eto Park Hotelban péntek délelőtt. Ezúttal az Arabona állásbörze őszi felvonását rendezték meg hatalmas érdeklődés mellett. Az idejében már 10. alkalommal rendezzük itt Győrben az Arabona állásbörzét. Most jelenleg 25 kiállítónk van itt jelen az Eto Park Hotelben, és több mint 2000-en regisztráltak a rendezvényre. Ez azt tudom mondani, hogy az őszi rendezvényeinken általában ez a 2000 fős regisztrációs létszám, ami meg szokott valósulni. Amit tapasztalunk az az, hogy nagy az érdeklődés, ugyanakkor a munkavállalók óvatosabbak most már, mint akár másfél évvel ezelőtt, akkor az inflációnak köszönhetően nagyon gyorsan és könnyen léptek, könnyen váltottak munkahelyet, most azért nagyon megnézik azt, hogy miért váltanak, sokat számít most már a fizetés mellett a biztonság és a stabil háttér is.
Ahogy az évszakok, úgy a trendek is változnak a munkaerőpiacon, a főszervező szerint most is sokan keresnek új állást, de jóval óvatosabbak az érdeklődők. Vannak új cégek is, tehát biztosító társaság, illetve komoly konyhai háttérrel rendelkező vendéglátó társaság is megjelent már a rendezvényünkön. Ugye az ipari cégeknél azt tapasztaljuk, hogy egy részüknél azért, ha nem is küldenek el embert, de most már egy létszámstoppal dolgoznak. Ami országos szinten számokban látszik, hogy az iparban van egy lassulás, ugye Győr egy iparos város, itt is érezhető. Az állás után kutatóknál természetesen a fizetés a legfontosabb tényező, de más juttatások is sokat nyomhatnak a latba, ezt mondta a Győr Plusznak az egyik kiállító. Mi nagyon családbarát környezettel dolgozunk, tehát nagyon családbarát cég vagyunk. Mindenképpen megbecsüljük ugye magát a munkavállalót is, tehát a legelejétől kezdve van egy betanításunk, tehát nem engedjük el a magát a dolgozónak a kezét, hanem van egy betanításunk. Tehát a maga, amikor megérkezik ugye az új munkavállaló, akkor valaki a szárnyai alá veszi. Nagyon fontos a bér minden munkavállalónál. Elsősorban azt keresik, ugye, hogy hol tudnak többet keresni. Ugye mi általában három visszakos munkarendben keresünk munkavállalókat, tehát hogy azért itt a műszakpótlékok is még nyomást gyakorolnak ugye magára a bérre, úgyhogy így keresünk még munkavállalót. Az elmúlt évek bizonyították, hogy igenis van létjogosultsága az ilyen jellegű bőrzéknek. Én azt gondolom, hogy amíg az emberi kapcsolatokra és a személyes találkozásra szükség van, és hát biztos vagyok, hogy emberként mindig szükség van erre, addig az állásbőrzének is létjogosultsága van. A programra előzetesen is több ezren regisztráltak, akik több száz ajánlat között válogathattak a 10. Arabona állásbőrzén. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kara ebben az évben is meghirdette a Jogtudatosan című jogi felkészítő programját középiskolások számára. A középiskolások 8 alkalommal találkozhatnak előadókkal és a szakértőkkel, akik aktuális és a hétköznapokat is érintő témákkal foglalkoznak. Az idei évben 52 diák jelentkezett az előadás sorozatra, az első kurzuson pedig a gyermekvédelem került középpontba. Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntötte a középiskolásokat. A tavalyi sikeres jogi kurzust idén is meghirdette a Győri Egyetem. Idén is sokan jelentkeztek erre a programra. Azért folytattuk, mert úgy gondoljuk, hogy erre valós igény van, és nagyon sok hasznot fog jelenteni a középiskolások számára, és sok hasznot fog hajtani egyetemünk számára is. Az elsődleges cél az természetesen, hogy az egyetemben megismertessük a középiskolásokat. A jogi karon folyó képzéssel alapvetően ebben a programban, és a felkészítő jellege az a felvételire is szól majd, hogy akkor minél többen jelentkezzenek intézményünkbe. A másik célja ennek a programnak, ami a tavalyi évben is nagyon szépen kijött és nagyon sok értéket termelt, az az, hogy az igazságügyi, rendészeti és más szervezetekkel, a jogi kar partnereivel olyan együttműködésbe tud ez megvalósulni, amiben ezek az intézmények be tudnak mutatkozni a középiskolások számára. A meggyőződésünk, hogy ez nekik is jó. Ezekkel az ismeretekkel a diákok jogtudatosabbá válhatnak, ezt a vármegyei rendőrfőkapitányság is megerősítette, amely szívesen vállalta a partnerséget. Nagyon örül a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság, hogy együtt tud működni az egyetemmel ebben a programsorozatban. Én mondhatnám, hogy ez már lassan évekre nyúlik vissza, ez a fajta kezdeményezés, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felnövő generáció minél inkább jogtudatosan éljen a nagyvilágban, legyen tisztában azzal, ha mi az, amivel bűncselekményt követel, mi az, amivel áldozattá válhat, és nyilván ennek a gondolatnak a mentén tartjuk fontosnak azt, hogy olyan programokat ajánljunk a középiskolai diákoknak, illetve remélhetőleg leendő jogászhallgatóknak, akik a jövőben fiatal felnőttként biztosan hely tudnak állni ebben a felgyorsult világban. Az első alkalommal az előadók és szakértők a gyermekvédelemmel és a digitális kor kihívásaival foglalkoztak.
Pontosan azért, mert nagyon sok megtévesztő SMS érkezik ugye a telefonokra, nagyon sokan vásárolnak online, azzal kapcsolatban, illetve azzal összefüggésben adunk használható információkat. Ugye most már a diákok is bankolnak, a pénzügyi tudatosság is nagyon fontos, illetve a banki tudatosság, az adatvédelem, a kibertérben elkövetett bármilyen bűncselekmény, illetve hogy azzal is legyenek tisztában, hogyha feltesznek egy fotót, azt hogyan osztják meg, kinek a fotóját osztják meg, mi az, amit elmondanak másoknak, ez mind nagyon-nagyon fontos a jövőjükre nézve. A középiskolások 8 alkalommal ismerkedhetnek meg a hétköznapjainkat is érintő jogi témákkal. Az idei évben 52 diák jelentkezett az előadás sorozatra. Ismét izgalmas megméretetésen vehettek részt a győri diákok, a 6-os és társa nyelviskola, a Europe Direct és a Vármegyei Iparkamara kézműipari tagozata szervezésében. A nyelvek európai napja alkalmából már 16. alkalommal versenyezhettek angol és német nyelvből. Az alsósok plakátversenyen, a felsősök EU-s kvízen, a középiskolások pedig prezentációs megméretetésen mérték össze tudásukat. A szervezők célja a nyelvi sokszínűség megélése és a magabiztos nyelvtudás fejlesztése egy jó hangulatú tanítási nap keretében. Gyerekek tömege várta az eredményhirdetést csütörtök délután a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol 16. alkalommal szervezték meg a nyelvek európai napja alkalmából a sokszínű vetélkedőt. Nem csak Európai Uniós vetélkedő van, illetve prezentációs verseny angolból és németből, hanem nyelvvizsgákat is merhettek meg a diákok, illetve spanyol és olasz próbaórákon vehettek részt. Ezzel is Európa nyelvi sokszínűségére szeretnénk felhívni a figyelmet, de mai napon különleges az is, hogy a szervezők, diákok, jedlikes tanítványaim végezték a regisztrációt, segítik a zsűrik munkáját, gondoskodnak a technikáról. Tehát a nyelvtanulás az nem csak lexika és grammatikai ismeretek elsajátítását jelenti, hanem ennél sokkal többet, tehát olyan kompetenciákat szereznek meg a diákok, ami később az életben nélkülözhetetlen, fejlődik a szociális kompetenciájuk, megtanulnak nagyon jól szervezni, emberekkel bánni. Tehát a mai nap egy óriási buli itt a kamarában, közel 400 diák vesz ma itt részt ezeken a programokon. Idén a témakör mindhárom kategóriában a világörökségi helyszínek és azok megjelenítése voltak. Az alsó tagozatosok egy plakátversenyen vehetnek részt, ők előre beküldik a rajzaikat. A felső tagozatosoknak egy EU-s vetélkedőt, kvízt állítunk össze. A középiskolás korosztálynak pedig már több készséget is meg kell villantani. Egy PowerPoint előadás prezentációt készítenek német vagy angol nyelven a megadott témában, és ezt kell előadniuk szakértő zsűri előtt. A zsűri tagjai között volt az osztrák intézet operatív vezetője, aki szerint a diákok igazán felkészültek voltak és brillíroztak előadásaikban. Azt kell mondanom, nagyon pozitív meglepetést okoztak nekem a diákok, nagyon magas színvonalon művelik az idegen nyelveket. Nagyon örültem neki, hogy minden prezentáció német nyelven zajlott. Sok gyerek, sok fiatal most először prezentált németül, a témaválasztások is nagyon érdekesek voltak. A tapasztalataim alapján ezek a fiatalok nagyon jól csinálták, amit csináltak, és nagyon jó úton is járnak a nyelvtanulás területén. Az eseménynek ezúttal is az Iparkamara adott otthont, ahol a diákok már igazán otthonosan érezhetik magukat. Azt gondolom, hogy a nyelvekkel miért kell foglalkozni, azt nem kell indokolni különösebben. Manapság egy jó állást, vagy egy jó egyetemi felvételt úgy lehet nyerni, ha az ember bizonyos kompetenciáknak a birtokában van. Mivel a vállalkozások és a nyelveket ismerő embereket keresik, ezért az Iparkamarának úgy gondolom ebben a trióban van a helye, mint szervezőnek. És mint egyetemi emberként azt is el szeretném mondani, hogy az Audi Hungária járműmérnöki karon, ahol én DK helyettes vagyok, most a nem kötelező nyelvvizsga ellenére is a felvételiző 2/3 rendelkezett nyelvvizsgával. A vetélkedő célja a nyelvi sokszínűség kidomborítása, a szervezők és a zsűri döntése pedig nem volt egyszerű, hiszen a mai diákok már, ahogy ők fogalmaztak, szeretnek kiállni, előadni, és az sem riasztja vissza őket, ha mindezt angolul vagy németül kell megtenniük.
Az Európai Diáksport Naphoz csatlakozva idén is megrendezték a hagyományos Krúdi Baksa Futófesztivált. Ahogy az mindig szokás, ebben az évben is hozzátettek 1 métert a távhoz a szervezők. A marcalvárosi kiserdőben kijelölt 2024 métert több mint 700 győri közép- és általános iskolás, valamint pedagógus teljesítette. A legjobbakat a támogatók által felajánlott értékes nyereményekkel díjazták. A gyors rajt után a dombon kicsit lelassultak a futók. Több mint 700 fős mezőny rajtolt el pénteken kicsivel délután a marcalvárosi kiserdőben kijelölt pályán. Az Európai Diáksport Naphoz csatlakozva idén is megrendezték a hagyományos Krúdi Baksa Futófesztivált. Ahogy az szokás, ebben az évben is hozzátettek 1 métert a távhoz a szervezők, vagyis 2024 métert teljesítettek a győri és Győr környéki diákok, valamint tanárok. Nagyon örülünk, hogyha így körbenézünk, hogy rengeteg diák jön el erre a futófesztiválra. Most már 2005 óta régi hagyományokra épül ez a rendezvény. Az idei évben 730 tanuló nevezett, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon jó szám, és örülünk ennek a magas tanuló létszámnak. 8 középiskolából jöttek a diákok, úgyhogy méltán mondhatjuk azt, hogy György sport életébe is jelentős szerepet töltünk be. Ezen kívül az idei évben általános iskolák is csatlakoztak a rendezvényhez, és nem is csak Győrből, hanem Győr környéki településekről jöttek. Az időjárás, ez a kissé borús, kicsit csöpögös, de ez tökéletes a futáshoz, és alig néztünk körül, ezt a 2024 métert pillanatok alatt teljesítették az első befutók, és nagyon örültem, hogy a közöttük nagyon sok baksás volt, a második helyezettet a mi iskolánk képviselhette. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt így kell csinálni. És sárga pólóban a győztesünk, gratulálunk! Így ért célba az idei győztes. Pálinkás Ármin a sport és kreatív technikum diákja, mellette versenyszerűen sportol, igaz nem futásban jeleskedik. Igazából az egész osztály azt mondta, hogy ezt nekem meg kell nyernem, de semmit nem edzettem erre, mert én folyamatos edzésben tartom magamat a kajak miatt, és hát csak eljöttem, futottam a maxot, és 5.31 lett a eredményem, amivel meg is tudtam nyerni ezt a versenyt. Mi sportolsz, és milyen céljaid vannak abban a sportágban? Én kajakozok, és a egy éven belüli célom az, hogy jövőre megnyerjük így Győrben a maraton világbajnokságot a párosos társammal. A baksás aranycsapat fokozta a hangulatot, a produkció után a legjobbakat a támogatók által felajánlott értékes nyereményekkel díjazták. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, hétfő este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon. Kellemes hétvégét kívánok, vigyázzanak magukra!